Ha anyák napja, akkor elengedhetetlen egy szép csokorvirág. A 2019-es trendekről Zsuzsa és Mónika mesél egy kicsit, és nem csak mesélnek, ugye, hanem alkotni is fogtok. Sziasztok, jó estét! Hát gyönyörű csokrokkal, mindenféle természet ihlette kompozíciókkal érkeztetek. Akkor kezdjük talán azzal, hogy van új a nap alatt, mondjuk ebben az esztendőben? Vannak változások a tavalyi anyáknapi csokrokhoz képest? Hát ugyanúgy megmaradtak a színes dolgok szerintem. Különösebben nem változtak. Valaki a természetes dolgokat kedveli, valaki pedig inkább az egyszerű és hagyományos csokrokat viszi. Valaki a cserepes virágot előnyben részesíti, vagy ezeket a kis beültetéseket. A selyemvirágnak is már vannak olyan gyönyörű kis változatai, hogy azokat nyugodtan el lehet vinni, és igen, egész évben pompázik. Úgy néznek ki gyakorlatilag szinte megtévesztésig, mint hogyha igaziak lennének. Ugye van egy olyan, nem is tudom, régen is mondogatták, hogy mondjuk az idősebb hölgyeknek már illik cserepes virágot vinni, és a fiatalabbaknak pedig élővirágot. Ez tartja magát még most is? Hát igen, szerintem valakinél igen. Főleg akinek kertje van, az szereti a kiültethetős kerti virágokat, de valaki ugyanúgy bent is gondozza őket. Tehát. Én azt látom, hogy addig, amíg mondjuk 20-30 évvel ezelőtt ugye voltak ezek a klasszikus Magyarországon is fellelhető növények, vagy virágok, amik már ilyenkor májusban virágoztak, és talán néhány üvegházi, ma már gyakorlatilag a világ bármelyik pontjáról bármilyen különlegességbe szerezhető. Vannak-e olyanok, akik elsősorban tényleg az egzotikumokra hajtanak, és az édesanyjukat valami nagyon különlegessel szeretnének meglepni? És erre mondjuk hogyan kell felkészülni egy virágkötőnek? Hát érdemes utána nézni, és nekünk is idejében szólni, kérdezni, és akkor felvilágosítjuk róla a vevőt, hogy igazából ezt rendelni kell, hogyha tényleg ezt szeretné, de megoldható. Mit fogsz készíteni? Mert hogy közben ugye arra vállalkoztál, hogy itt el is készül majd egy kis csokor. Szép, egy ilyen kis szép kis, igazából egyszerű, de elegáns kis csokrot. Egy kicsit színesebbet, ugye a kis anyáknapi kis díszítéssel. És milyen virágokból készülnek? Hát lesz benne rózsa, asztromélia, szellőrózsa, igazából ezek. Azért ezt meg is mutathatod, ugye ez a szellőrózsa? A szellőrózsának ez egy kicsit extravagánsabb változata, mert és hogy nagyon zöldszínű. Szeretik, igen, és fodrosabb a szírma. Ez az asztromélia, ami ez nagyon tartós, nagyon szép. És egy szép rózsa. Ugye azért szeretjük sokan az ilyen csokrosabb jellegű dolgokat, mert ebben nem kell túl sokat vásárolni, de mégiscsak ugye jól mutat egy csokorban. Na hát akkor ehhez most akkor jó munkát, akár közben természetesen beszélgethetünk is, de eszembe jutott, hogy azért a május nem csak az anyák napjáról szól, mert hogy valahol már ugye túl is vannak a ballagásokon, de valahol azért még javában zajlik, jön az érettségi, olyankor is azért sokan ugye virágot ajándékoznak, akár pedagógus akár egy sikeres érettségi vizsga után mondjuk a gyerekeknek, és itt azért nem csak a lányok kapnak virágot mondjuk egy ballagáson. Ez mekkora kihívás, vagy milyen különlegességeket szoktatok ilyenkor alkotni? Hát ilyenkor nagyon előtérbe helyeződik a flamingó virág például, annak is a zöld változata. Talán a fiúknál nem a színes csokrok mennek, hanem ez inkább a zöld, a fehér, a bordó. Nagyon szív egzotikus virág a protea például, azt is szívesen viszik azért fiús anyukák, orchideával kiegészítve. Sőt, valamikor nem csak virág kerül a csokorba, hanem zöldség, gyümölcs, édesség. Hát igen, ezen túl már egy kicsit azért áthelyeződtek a trendek, mert hogy akár egy kis üveges pálinkát is, egy 18 éven felülieknek már belecsempészünk a csokorba, ez többször előfordul, de akár a nyalóka. Igazából bombonokat használunk, amit végül is szeretnének, és természetesen a pénz sem sőt, utolsó igen, dolog. Ez jutott eszembe, hogy sokszor a különböző címletek is bekerülnek a csokrokba. Mi volt eddig a legnagyobb összeg, amit mondjuk egy kompozícióba beillesztettetek? Hát ez a 10-20 ezer forintos, és ezek 500-asokba természetesen, uh-huh. Hogy minél jobban látszódjon. Szerintem úgy nagyobb értéket nem. A nagyszülők általában ezt szokták, de nem szoktunk belerakni
borítékban szerintem praktikusabb. És ilyenkor a méret is számít? Mert azért nem mindegy, hogy mondjuk tényleg ilyen ölnyi, kazalnyi virággal vonulnak. Régebben ugye ez volt a divat, igen, hogy minél többel kellett végigvonulni, vagy inkább most már talán a szépségre helyezik a hangsúlyt? Hát manapság megbeszélik a család, tulajdonképpen megbeszéli, hogy hogy szeretnék ezt az egészet, hogy egy szép csokrot csináltatnak, és a többit az étterembe, vagy pedig ahova éppen mennek ünnepelni, ott fogják odaadni. Hogy a ballaguknak se kelljen ezt a töménytelen virágot egy tartaniuk. Igaz, hogy túl vagyunk itt a május fa állítási szokásokon, és hallottam, hogy van valami különlegesség, hogy már nem mindenki törögeti vagy fűrészeli el a fákat, hanem igen, erre is van egy instant megoldás. Ez micsoda? Ez pedig a május kosár. Hát ez igazából nagy hagyománya volt régen, és akkor már most újra élett ez a régi szép hagyomány. Cserepes virágokat rakunk kosárba május 1-jére. Tulajdonképpen a legények éjszaka vitték régen a májusfát, ezt ugyanúgy előtte való nap elviszik, és kedvesüknek ajándékozzák. Hát gondolom, hogy ti is folyamatosan agyaltok azon, hogy milyen újdonságokat, milyen különlegességeket lehet gyakorlatilag ebbe a művészetbe bevinni, mert én úgy gondolom, hogy egy virágkötő nem véletlen, hogy különböző versenyeken is ugye gyakran próbára teszik magukat, ez gyakorlatilag szép érzék és kreativitás nélkül nem igazán tud alkotni, de azért akár otthon is megpróbálkozhatunk ugye egy ilyen kisebb csokor elkészítésével. Mire figyeljünk akkor, amikor mondjuk otthon, akár egy boltban vásárolt, akár a kertben leszedett virággal próbálunk mondjuk az édesanyánknak egy csokrot összeállítani? Hát mindenképpen a virágnak a leveleit, a kerti virágoknál különösen nagyon fontos, hogy leszedjék a leveleit a kedves kreatívkodók igazából, azokat mindenképpen, hogy sokkal hamarabb az orgona, a hortenzia, ezek sokkal hamarabb felszívják így a vizet, és tartósabbak lesznek, ezt mindenképpen szem előtt kell tartani, hogy ők azért kerti virágok. Nos, azt hiszem, hogy az utolsó simításokon is túl vagyunk, akkor mutassuk meg a nézőknek. Hát egy csodálatos csokor, azt gondolom, hogy minden édesanyja nagyon boldog lesz, hogyha egy ilyen csokorral kedveskedünk nekik. Köszönjük szépen, hogy mindezt megosztottátok velünk.